Mendrei László a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hova tűntek a fideszesek? Pálinkás, Pokorni, Réthelyi, Balog, Hofman Rózsa, hol voltak? Akkor, amikor ennek az egész miniszteri értekezetnek az ötlete megfogalmazott, akkor az vezérelt minket, hogy ebben a politikától rendkívül és szerintem nagyon súlyosan átitatott közéletben próbáljunk egy olyan területet találni, amelyik politikamentes lehet, ez a szakpolitika területe, ez az oktatás, amelyik azt gondolom túlzás nélkül állítható, ez nemzet stratégiai ágazat Magyarországon, hiszen nagy mértében meghatározza a jövőnket. Ráadásul most egy olyan változás történt, amelyik igen éles és igen jelentős mértékben alakítja át a közoktatásnak a területét. Épp itt az ideje annak, hogy szaktekintélyek, akik miniszterként tudásukat, nevüket, addigi megbecsüléseket adták annak érdekében, hogy ezt a ezt a területet irányítsák. De ugye emlékszem, hogy elfogadták a meghívást. Arra kértem őket, hogy tegyék ezt meg egy ilyen értekezett terület. Értekezeten mindenki az első szóra, Balog urat kivéve, az első szóra igen mondott, nagyon örültünk ennek. Nem volt is semmiféle probléma egészen az elmúlt hét közepéig, amikor is megérkezett Balog úrtól egy rövid nem, illetve egészen pontosan a titkárság vezetőjétől. Én kértem azt, hogy legyen olyan kedves, és állítson maga helyet valakit, aki ezt meg tudja tenni. Hát erre nem érkezett erre a levélre válasz. A problémák azok kedden kezdődtek el, akkor, amikor bejelentette először Réthelyi úr, aztán Pálinkás úr, és tegnap Pokorni úr, hogy nem fognak eljönni. Ugye ennek mi az oka? Ennek igazából két rossz választ tudok erre mondani. Egyik az, hogy nem volt mit mondaniuk. Nincs mit mondani ők erről a mostani helyzetről. A másik az egy lehetőleg még rosszabb válasz, amelyik azt mondja, hogy ezt a mondani valót nem engedték elmondani, valamilyen centrális akarat miatt nem engedték. Én egyiket sem tartom elfogadhatónak. Én sem, és ezzel nekem az a nagy bajom, én is nagyon szívesen rendeznék itt kerekasztal vitákat. Hát ne tudja meg, tehát én azt két naponta élem át, amit most ön konferencia vagy miniszteri értekezlet kapcsán. Szóval, hogy nem lehet különböző párthoz tartozó embereket leültetni, szakmapolitikában sem. Olyan szívesen meghallgatnám én is, hogy mit mond egy egykori miniszter, és most nem érdekelne, hogy melyik párt színében volt ő miniszter, hanem egész egyszerűen a nézőpontja, az álláspontja, a szakmai véleménye érdekelne. Hát itt is ez lett volna a cél. Minden esetre, akik ott voltak, ők is csak így lett volna mondjuk teljes és egész, de ők is nagyon fontos dolgokról beszélgettek. Ki mit mondott például, tehát mire jutottak államosítással kapcsolatban, mire jutottak erkölcstan, hitoktatással kapcsolatban, köznevelés, tehát mi volt a konklúzió? Hát az a fajta kiegyensúlyozottság, aminek a megteremtése cél volt, hát ez értelemszerűen nem valósult meg. Külön meg kell említenem, ott is megköszöntem, itt is megköszönöm András Falvi professzor úrnak a jelenlétét. Hát ő 82 éves idős professzor úr, igen távolról jött, hajnalban kelt, több mint 200 kilométert vonatozott, azért, hogy itt legyen. Fontosnak tartotta, hogy elmondhassa azt, hogy mit gondol ő a centralizálásról, mennyire látja másképpen ezt a helyzetet, mint mondjuk a másik oldalnak a miniszterei. Túl nagy különbség egyébként nem volt közöttük, abban egyetértettek mindannyian, hogy az állam beavatkozására valamilyen módon szükség van, tehát azokat az önkormányzatokat, fenntartókat, akik bajba kerültek, azokat meg kellett segíteni. Kicsit eltérőképpen gondolkodtak, bocsánat, a hittanoktatásról, illetve arról, hogy most valójában mit oktatunk, vallásismeretet kell oktatni, vagy pedig hittant, és hát voltak közös gondolataik például a pedagógusok megbecsülését illetően. Életpályamodell? Erről mit mondtad? Hát az életpályamodell így önmagában nem került sorra, mert én először azt gondoltam, ez a 3 óra, hát ez nehezen kitölthető lesz, főleg egy ilyen redukált létszámmal, mert igen pozitív meglepetés volt, hogy alig lehetett abba hagyni, végül is egy másik rendezvény volt az, amelyik kátat szabott nekünk, hogy menni kellett, mert a termet már lefoglalták. Nálunk egy másik műsoridő az, ami véget szabna mondjuk egy ilyen vitának. Szóval van miről beszélni, az biztos a közoktatással kapcsolatban. Lesz folytatás? Mindenféleképpen lesz folytatás, hiszen ez egy olyan rendezvénysorozatnak a kezdő lépése volt, amelyik a PDS-szel magával is foglalkozik. Az idén vagyunk 25 évesek, negyed századosak. Azt gondoltuk, hogy ideje visszanézni. Negyed század az negyed század. Ideje visszanézünk azt, hogy mi az, amit csináltunk, mit csináltunk jól, mit csináltunk rosszul. Hát ez volt az első. Erről Pokorni Zoltán milyen sokat mesélhetett volna? Pokorni Zoltán igen sokat mesélhetett volna. Pokorni Zoltán, én bízom benne, hogy beszélni fog erről a
PDS-szel kapcsolatos dolgaira mindenféleképpen, hiszen készül egy kiadványunk írott, illetve videóformátumban erre a 25 éves évfordulóra. Lesz egy kongresszusunk, lesz egy ünnepélyünk, és hát ennek a levezetéseként ugye három a magyar igazság és egy a ráadás. Tervezünk egy olyan fórumot, ahol szintén megpróbáljuk a kiegyensúlyozottságot felmutatni. Ideig mindig volt választási évben egy olyan rendezvényünk, aminek az volt a hogy pártok az oktatása és a pártok prominens oktatás politikusait hívtuk. Én most a mai nap tapasztalatai alapján gondolkodom, hogy politikusokat hívjunk, vagy inkább szakértőket. Meglátom majd, hát ez kiderül, hogy mennyire fog lehet, ez a helyzet fokozódni. Lehet, hogy az utóbbival jobban jár, vagy kicsit sikeresebb lesz, vagy könnyebb lesz. Én azt gondolom, hogy a rendezvény sikeres volt, ennek ellenére. A szervezésre gondoltam a siker. Mindenesetről, hogy mi történt, és ki mit mondott, és ezekről a szakmapolitikai témákról, ki milyen véleményt fogalmazott meg, az itt a nézők láthatják majd egy hosszabb verzióban is az ATV-n. Köszönöm szépen. Köszönöm a lehetőséget.